Sziasztok, ez itt újra a Finger csatorn egy speciális filmtáradása, vagy ezúttal pontosabban nem filmtár, hanem ilyen sorozat lesz megint a téma, de olyan lesz, hogy egy hosszú filmtáradás majd, ugye ezúttal is Botonda általam képregény szakértőnknek elnevezett, hát gyakorlatilag ilyen vendégszereplünk, most a sorozatos vendégszereplünk az, akivel beszélgetni fogunk, üdvözöllek újra, hello! Sziasztok! És hát ugye a sorozatos vendégszereplő, a sorozatokról fogunk természetesen újra beszélni, ugye a Gotham-et folytatjuk a második évadnak az első felével, amit már ilyen korábban te meg nagyon mások sokan is ajánlottak, köztük egy Pesti Láj is így a semmiből, tehát ő meg te, ti ketten voltak azok, akik így elindultak, mindenki nézze végig ugye a Gotham-et, és akkor ugye így kezdtem el. És hát ő is azt mondta, hogy nagyon jó az első fele, te is azt mondta, egyébként az átlag vélemény, hogy néztem azt, hogy az első felét a sokan dicsérik. Ugye ennek volt ez a neve, ennek az első 11 epizódnak ugye, hogy Rise of Evil, vagy valahogy is volt a fontos. Rise of the Villains, A Villains, bocsánat, igen. Gonosz tevők felemelkedése. Ja. Szép nyarosan, nem tudom, hogy ezt átmentették-e a szinkronba. Egyébként nem. Igen, jó. Egyébként nem, de nem tudom, hogy a Wrath of the Villains, ami a második fele, azt láttam jelöltetésben, vagy azt lehet, hogy az majd átveszik, nem tudom. Meg kell nézni. De egyébként az évadnak ez a fele tényleg erre összpontosított, és ezt az én esetemben például a nagyon jól megcsinálta a Riller, tehát ugye a Rebus tekintetében, azt mondtam, neked is tetszett a Rebusszal. Igen, itt van ugye a szerelmi szál, ami... Is, az is jó volt benne, nem az a tipikus. Ja, igen, csak mert ugye én ezt régen láttam, és hát konkrétan tegnap előtt, és tegnap egy 5 részes Gotham maraton tartottam már a 6. évadból, ahol szintén elég fontos karakter a Rebus, de teljesen más miatt. Igen, gyakorlatilag itt vált Rebusszá, csak igen, már... Igen, azt látszik, és nem is volt olyan gondja, hogy féltem tőle az előző évad, igen, jaj, nehogy ilyen átlagos, ilyen hasad személyre tegyék az egészet, de jól megoldott el, tehát azért... Meg az is, ahogy átváltozik idézőjelvel, ugye? És a kompromisszumokat megköti ennek érdekében, tudod, hogy így is maradjon, amiben besegítnek egyébként részben, ha jól emlékszem, talán ugye a Pingvin is, illetve aztán vissza is fordítódik a dolog, mert Rebus is segít Pingvinnek is a nehéz helyzet után, ugye egy kicsit visszakerülni a gangster életbe, tehát így lelkileg idézőjelvel, egy érdekes dolog, tehát hogy hogyan térjünk vissza, hogyan legyünk újra gangsterek. Elfelejtve minden gondot, meg a tragédiát, szóval... Mert ugye a Pingvinből, meg egyébként Rebusból is néha kijöttek ugye az érzelmesebb, úgymond elemek részek, ugye a Pingvinnél tudod az anyja, központi érzelmi karakter, ugye Rebusnál a csaj, meg még talán nem tudom, hogy volt valami. De amikor ezeket elvesztették utána, ugye nincs hova visszatérni, így szabadok voltak mind a ketten, ezt mondta így a Rebus is, ugye a Pingvinnek, hogy akkor így vagyunk a legtökéletesebb, legerősebb emberek. Ja, szóval ilyen érdekes dolog volt. Ez még hova fog fejlődni, de nem spoilereznek neked. Ja, természetesen. Zseniális lett a kapcsolatok azóta. Kinek? Pingvinnek meg a... Igen, tehát a kémia köztük, a színészek között is... ez a tipikusan sevelecsi nélküled kapcsolatrendszer állt be náluk. És ezek, ez itt kezdődött ugye. Mert az első évadban talán, ha egy közös jelenet... találkoztak, hogy valamikor, igen. A kapitányságon. De azt is lehet, direkt azért csinálták úgy, hogy ezért egyszer legyen egy jelenet, de már felvezették vele egyben ezt a dolgot is. Feltétlenül nem. Tehát nyilván tervezték, hogy lesznek közös jelenetei, közös résztvevői. De szerintem maga a sztori számai nem volt megírva, hogy találkoznak, de éppen ez a jó a Gothamben, hogy, és ez most már a harmadik évadra is teljesen, tehát mondjuk az évadonként egyre sokkal, vagy egyre jobban hangsúlyos, ugye... Megkiszámíthatatlan, nem tovább is. A első évadnál is mondtuk, hogy ugye volt 4-5 pólus, és ez itt szépen minden évadban növekszik 2-3-mal, és így gyakorlatilag tényleg egy saktábla, csak mindegyik sakfigura az egy külön szint képvisel szinte. És ilyen... kicsit más stílus is, hogy mondjam néha, tehát az egyik a szélhetesebb, a másik viccesebb, a harmadik ilyen szihó, tehát ilyen, kicsit így más. Igen, de hogy nem csak az, hogy a karakterek maguk, hanem
Maga a kapcsolati rendszerünk, tehát Kapcsolati rendszer meg a szál, igen. gyakorlatilag így 3 évad után 1 kirobbanthatatlan páros maradt. Hát jó, még 3 rész hátra van az évadból számomra, de gyakorlatilag a Gordon és a Bullock az, akik így még nem voltak egymás ellen, hanem végig barátok. De gyakorlatilag A mindenki más, zsörtölődések voltak néha, de... vagy volt ellenség, vagy barát, vagy egyszerre a kettő, hogy addig barát, amíg ki nem szabadulnak egy helyről, és akkor utána egyből ellenség, csak na, szóval, hogy Még ez főleg a annyira pingvinnél, tehát az a mesterelnek a... ez annyira parádésan meg van írva, tényleg. Bár én azt tudom, itt a másik évadnál is már látszani, hogy nehogy túlzásra vigyék, tudod, hogy idő után meg már mert ugye az ellenkező hatást váltsuk, hogy nincs miért izgulni, mert például a pingvin nem lehet megverni, pedig mert hányszor meghaltott volna mondhatnánk, itt is voltak már zűrös jelenetei. Jó, az nehéz most még így a harmadik évad tudtában erre úgy reagálni, hogy na mindegy. Jó, hát ezt most csak a Igen, másikig csak mondta. de az egy dolog, hogy ezt így látod, hogy ne menjen át a másik irányba. Én most pont az eheti maratonomnál kezdtem érezni, hogy igen, ezt 5001-ére is eljátszák, meg 5000 másodjára is. És egyszerűen nem zavar. Érzem, hogy önismétlő az, hogy így most kikivel, mert tényleg van annyi karakter, hogy ez a párosítás annyira még nem volt hosszan, vagy Lehet sokszor, a... vagy egyáltalán. És tényleg egyszerűen folyamatosan kombinálható, és ez azért fontos, mert alapvetően gyakorlatilag mondjuk 2-3 fölösleges karakter van, tehát most elővettem itt a másik évadnak a main cast-es stáblistáját, ugye a Gordon, a Bullock, a Bruce, a Tompkins, A vagy Gordon Leslie. is ilyen egyébként, hogy mindig bajba keveredik, de persze azt csinálják vele, mint a James Bond Érdekes, filmekben, hogy hogy elkapjuk, ütögetjük, de nem öljük meg azonnal, hanem várunk még valakitől, és akkor csak úgy Érdekes megy. egyébként, hogy itt a két részes szereplésével meg main cast-be tették a Sarah Essen kapitány. És Hát végül kicsoda? is, hát Ja, a a rendőr, kopasz? nem a nőt még Ja, a előtt. nőt. Igen. Hát valószínűleg azért, mert ugye nem visszatérő szereplő, mert igazából az első évad szálait viszi végig. De egy két epizódért main cast valaki, az elég érdekes tényleg. Mondjuk olyan szempontból jó, hogy nem spoilerez feltétlen. Tehát azt hiszi az ember, hogy akkor hú, most megint egy egész évadban ő lesz, vagy lesz egy teljesen felhúzható szála, és nem 2 rész után kinyírják. És ebben is jó agatem, hogy egyébként megtévesztően sok és ez a harmadik évadra is jellemző, hogy akkor annyi a Starring kezdje a kiírásban az elején, részek elején, hogy így oké, ki vannak írva, de találgathatsz, hogy most ki jelenik meg benne. Meg meddig, Nem, ja? nem biztos, tehát hogy mindenki ott van a listán, mert ki kell írni kötelezően, de nem biztos, hogy benne lesz. És akkor így nincs az, hogy minden karaktert így vársz azonnal. Na igen, Alfred, ugye Pingvin, a Barbara Keane, majd rá kitérünk, mert ő elég komoly fejlődést, Hát illetve igen, most is viszonylag pozitívabban, már nem mondom azt, hogy még most is imádnám ezt a karaktert, de azért jobb volt, mint az első résznél. Azt mondja, hogy a Selina, a Nigma, Theo Gelevan, a Tabitha Gelevan, na őt Én itt őt nem ért. szerettem annyira, most sajnos Ja. itt a képregényben is, amit mutattál, Igen. őt akarták nyomatni, de én nekem vagy sosem annyira erőtetett volt, hogy Igen, a itt teljes... értem el az első pontnál, akit így fölöslegesnek érzek most. Igazából az, hogy a két epizódjával a szeret sztárnak írják, az első évadban tényleg az volt, tehát igazából elfogadom. Meg nem volt igazából fölösleges szereplő az évadban, abban a két részben. Sem, de igen, tehát a Tabitánál jutok el először, aztán a Lucius Fox is Starlingnak van írva a 6 részével. Hát ő is úgy van 6 része, hogy van egy részbe 2 percet, előtűnik Igen, aztán. ő a harmadik évadban már Fontosabb lesz, na az jó, fontosabb. mert azt várom, hogy mikor, hát ahogy közeledik a Batman is idézőjelben, még sokára, de ő egyre fontosabb lesz, gondolom benne. Aztán ugye a bácső pont itt lett,
Hát őt igazából most csak a harmadik évad második felében nézem fölöslegesnek, de volt kb. Két részben. Szóval alapvetően ő meg a Tavita, akik ilyen... Kicsit a bács? Hát melyik a bács? A bács a pingvin főnöke volt a, még a Fish... Ja, az a nagy ilyen testőrbelőleg, igen. Igen, ilyen humor faktort is csináltak, ja, igen. Hát az is alak volt az embere igazából a Fishnek. Igen. Ja. Aztán ugye a Harvey... Hát de... ő is csak épp, hogy föltűnik. Igen, de hogy őket mondjuk nem értem úgy össze, hogy miért vannak tényleg Starlinkesnél. Mindegy, akik ilyen 10 epizód fölötti epizóddal rendelkeznek, gyakorlatilag kettőt érzek kicsit fölöslegesnek. Ez lehet max 10 perc is akár összesen, ugye. Igen, és ugye mennyi nevet felsoroltam ahhoz képest. És akkor még nem is Starlinkes, de például aki a majd az évad második felében lesz a főgonosz, és nem lesz a melleket, ő is 9 részével azért nagyon-nagyon ott van. Tehát, hogy hát tényleg... a végén már van egy gonosz jelzés, ugye itt a, egyrészt a képregény sorozatban is arról beszélünk, meg a legvégén ugye jegesszelek jönnek, de gondolom, hogy esetleg valakinek fog dolgozni, de de az látszik, hogy most felfognak, még több gonosz lesz majd, gondolom, de hát ugye... Ez változik, de egyébként tetszett még a Joker, az nagyon, csak kár, hogy ő is csak olyan 3-4 részt volt, aztán... de... Hát ugye a harmadik belőleg visszatér, így vagy úgy, de... Nekem az nagyon bejöttek, az első 4 rész, az a kőkemény, és ott az akciók is jók voltak, az nagyon beficcant. Igen, egyébként a Jerome-ra kitérve... nem feltétlenül érzem én azt rossznak, hogy... teljes évados szereplőt nem csináltak belőle. Előbb-utóbb hiányozni fog, de jobb, hogyha igazából nem lőjük el a lőszert addig, amíg nem fordulnak a Bruce szempontjából is komolyabbra a dolgok a Batman-nél válás útján. Addig nem kell annyira még Jokerezni, mert a Joker az tényleg a Batman-nak a nagy gonosza, és nem a Bruce Wayne-nél. Tehát tök jó ez az évadonkénti, hát még lesz egy néma szerepe az évadban, ennyit mondok neked. Tényleg egy sima cameo. De, ja. Hogy, és de most... Neked is bejött, gondolom itt a másik vagy évadban. Vagy nem. Megkockáztatom, hogy a legjobb élőszereplős Joker egyébként. Tényleg így általában ide? Ugye filmekkel, mindennel együtt, igen. Nálam is ott van a másik harmadik ember, az biztosan így lesz a sűrűbe. Még mindig a Hita csatárnám az első, de a Jack Nicholson sem rossz, csak ő azért mégis hogy mondjam, külön komoly tanulnak, úgyhogy mondjam. Benne az a jó, hogy egyébként kombinálja a Nicholson-t, a Ledger-t, meg a Hamill-t. Hát igen, gyakorlatilag. Mind a háromból megvan, és így gyakorlatilag meg tökélet. Meg ugye Hamill azt idézően csak a hangját, hogy tudom, hogy így is ez nagyot ahhozott, de azért mégsem ugyanaz, ugye, mint a... Persze, igen. De egyébként meg nagyon prózai oka volt annak, hogy kiírták az évad elején. Ekkoriban kellett a DC sorozatoknak elszenvedni azt a plánya emborgót, korlátozást, hogy az öngyilkos osztag filmhez kötődő karaktereket írják ki, vagy öljék meg, vagy tegyék jégre a szálaikat, hogy ne ütközzenek nagyon a filmmel. És például ugye a Zöld Ijász univerzumban konkrétan volt egy öngyilkos osztag, konkrétan a Deathshock-kal, konkrétan láttuk hátulról a Harley Quinn-t is, és nem. Tehát a Deathshock-ot kinyírták, az Amanda Waller-t kinyírták, a Harley Quinn-t ki se engedték, és így kb. Hát a Boomerang kapitányt bezárták, szóval tényleg kiirtották a filmes karaktereket. Jogi dolgok megint akkor. És hát itt meg, pedig ugye mindegyik Warner. De például hát hasonló volt a 2000-es évek közepén a Justice League rajzfilm sorozat, amiben még benne maradt a Kevin Conroy féle 92-es sorozatból lévő Batman. Ugye az a Justice League sorozat az annak a folytatása volt, meg a Supermannek. És a Batman benne lehetett, mert a Justice League Batman nélkül az nem is Justice League.
De a Batmanhez kötődő karaktereket, azokat vissza kellett fogni, és gyakorlatilag nem szerepelhettek, illetve hangos szerepeik nem lehettek. Tehát háttérben cameózhattak, de ennyi. Méghozzá ez a Battenborgo azért volt, mert 2004-ben indult egy rendes Batman sorozat, már teljesen más megközelítéssel, és egyszerűen nem akarták, hogy ütközzenek. És inkább az anya Batman sorozatra akartak koncentrálni, és például így bukta el először már külön szerepet. De egyébként a Joker játszik, ez nem is valami idős, nem ilyen 22-23, ahhoz képest nagyon jól játszik, tehát tényleg. Aki? Hát a Joker játszó színész a sorozatban, mondom, a tévés ja. sorozatban, ahhoz képest, hogy milyen fiatal. Ugye megmondom neked. Tényleg nagyon-nagyon jól játszik. Azt mondja, hogy... Gordont éreztem egy kicsit sokszor a háttér. Van neki, hogy néha a karakterét előrébb akarták volna mindig, csak valahogy annyira nem sikerült a számomra. Én nem tudom, hogy 93-as srác. Nem tudom, hogy őt egyébként be tudtad-e azonosítani korábbi filmből, mert az emlékek körében ő a drónpilóta. Különös szereplőnek a legjobb gyerekkori haverja. Kinek? Aki ellen fordul. Ja. Na lehet, valamire emlékszem, de azt már jól rég elhattam azt a filmet. Úgyhogy sem emlékszem rá annyira. Ja, de akkor is ott fedezték fel a alapján. Nem feltétlenül ott, de hogy így nagy mozifilmben ott volt. Hát a macskanő, az nem tudom, hogy volt-e korábban valamiben az a csaj, de nem hiszem. Még nem gondoltam volna, ez csak ilyen 16-7 éves, de ugye valójában nem volt, én úgy tudom, hogy ő modellkedett. Mondjuk elég itt nagyon váltogatja az oldalakat. Néha sokan írták kritikaként is, néha én is éreztem ezt, hogy egyik pillanatban itt van, most sokszor nem is látjuk, hogy került oda. Most van, ilyen egyébként. Jó, az igaz, mondjuk ilyen, jó. Hogy a macskák is, ő szétszéled ide-oda, aztán viszél. Igen, nála a legindokoltabb igazából, és most még gyerek, tehát... Ez is igaz. Pláne. Tini lánynál pláne. Egyébként meg... A második évadban már talán látszik az idő eltelte, tehát ugye az első évad elején a kis Bruce-nál még nagyjából egy fejjel magasabb volt. Az igaz, most nőtt a Bruce egy picit. Második évadnál már egy magasabb, és sosem már jócskán túlnőtt a harmadik évadban. Azt hiszem csak néhány éve idéshet a csaj, nem? Tehát egy... Kettővel talán, jó. Egyébként én most kezdem jól megkedvelni, mert az első évad elején ott még annyira nem tetszett, de hogy így halad el a történet, így azért a játéka is egyre jobb, stb. Tehát így. Csak nem mindig ugyanabban a ruhában lenne, most már gondolom, hogy ő is majd fejlődik. És hát jó, ennyi spoilert lelövök neked a harmadik évadból, hogy megtörténik a baleset, és feltámasztották már a macskák, még a hatását... Ja, akkor ezt veszik át, ez nem tudom, hogy ez eredeti, de ugye a börtönben is ez volt, a börtönfilmekben. Én még hatását nem láttam. Tehát akkor itt nem vitték ilyen enhedővé fele, úgy ilyen valóságos. Igen, igen. Fejfelesedet a sztoriban. És ha már csajok, volt a Silver... Tényleg a méregcsókos szinte nem is volt. Vagy talán egy-két jelenetnél a fiatal. Ja, itt kevesebbet szerepel. Az évadban, azt hiszem két részben. Nem tudom, továbbiakban lesz-e, de... Az egész évadban három részben szerepel, most ezt nem tudom már a megosztása. Igen, és volt még egy fiatal csaj. A Tonya Pinkins alakításában, én nem, ugye vagyok. Az Ian, mi? Nem, a Natalie Ellen Lind alakításában. A Silver. Bocsánat, ja, első. Igen. Hát nem tudom, nekem olyan furcsa volt, nekem az is ilyen felesleges volt. Jó, persze kellett nekik a csapda miatt, de hát nem tudom, nekem az annyira nem végül, nem tudom, mert eleve ez a Silver.
Ez hülye hangzott az én Nem, esetemben. egyébként... Ez több létező karakter egy világ, tehát ja. Igen, neki utána néztem, és én alapvetően, ahogy kifutott a száluk, lényegében én azóta hiányolom, hogy legalább egy epizód szinten visszajöjjön. És talán most már De indokoltabb, és végére kezd... kezdő megszereti valójában Bruce-t is, meg mit tudom én, de... Igen, de kölcsönösen is. Igen. Éppen ledöbbensz, mert fú, nagyon... Jön a cica harc, ugye, a macska. Igen, de fú, piszok fiatal aki alakított a lány. De. És ahhoz képest, hogy művel? Ha ja, Jó. ahhoz képest is, tehát még fiatalabb, mint a Bruce, vagy mi? Hogy ilyen Hát egregál. mindjárt megmondom neked, de azt hiszem 99-es. Jó, hát Vagy... figyelj, mai 15-6 éves lányok már. Itt Ja, hát... a gimiben az Ja, egyetem, nem, vagy a Pécsen nem, azt hiszem, hát hogy ez az már meg... egyetemistek járnak. Bocs, 99-es a... Ezért volt. A macskanő. Annál fiatalabb Mi valószínűleg. fiatalabb? Ezt most nem találtam meg hirtelen, Hát de ő azok még... olyan 14 lehet, de hát már azok is meg tudják oldani a Hollywoodba, hogy... Egyébként kicsit a Chloe Grace Moretz-re Ja, én hasonlít. akartam is mondani, hogy nekem az jutott mindig eszembe, ja. Csak hát... És ő nem is tér vissza már később, vagy? feltűnően nagyobb Ja, lökhárítókkal. hát igen. Valamivel meg kell, el kell hárítani a támadásukat, igen. Jó, na Nem, most. nem tért még vissza, pedig amúgy 14 szép. évesen mondjuk érdekes egyébként. Koravé. Nehogy túlnőjenek azok a lökhárítók az Na, tehát, hogy volt annyira erős, hogy én nem éreztem feleslegesnek a Hát szálat, nem mondom, de tehát logikája volt a végére... történetben, csak nekem vagy meg megint a mindig a megvalósításítókat ennél igazából sokszor a Hát, ilyen megvalósításokban a... mondom. Maga a megoldás, ez tényleg ilyen... Hú, most egy kicsit szállat. Hát lehet őzni, mert közben jött valami a telefonra, aztán azért SMS vagy mit tudom én. Oké. Szóval a szállát annyira nem éreztem fölösen. Igen, a megvalósítást megtartottunk már. Igen, mi a kapkodósus volt, meg egyszer se veled se nélkül, aztán a végére azért beállt ez, amit mondasz, hogy a Igen, kölcsönösen. hát az ilyen tipikus tini drámás sorozat volt, élő volt, vagy ilyen családi sorozatos volt, ugyanakkor meg jó, hogy egy ilyen szál is akadt a sok sötétségben, Igen, ami az igaz, hogy kiegyensúlyozta a dolgokat. félig meddig nyálas, meg minden, meg nagyon az egész gyakorlatilag egy kiséből áll, ami egyébként magára a Gatámról annyira nem elmondható, de ilyen lazább szálnak tök jól beillett, ráadásul ugye pont a Bruce, ugye 12 volt a gyilkosság idejekor, hát az lehet, hogy 13-ot betöltötte még az évben, és akkor most vagyunk 14-nél, tehát pont amikor kezdődnek ezek a dolgok. A téli korszak gyakorlatilag. Igen, tehát a legjobbkor időzítették így, és így elsőnek nem volt ez rossz szerintem, és épp azért várom a visszatérését esetleg valamikor, mert pont a végére, ahova kifutott az ő kapcsolatuk, az így, hogy a veszély az már nem fenyeget, hát úgy visszajöhetne. Boldogan élek, még nem haltak mi? Tessék? Na most boldogan éltek, míg meg nem haltak, Ezt hiszem, én mondtam, nem, abszolút nem, csak Ami megmondom, nem valószínű. hát, hogy még legyen egy kicsit bonyolultabb a sztoria, sztoriszálak, hogy még jobban keverjünk, ami már lehet, hogy kicsit túl sok lenne, mert itt meg volt a helye abszolút, viszont ilyen egy-két részre simán látnám benne Ezt még lehet, hogy később a mások fiát, miatt is a meglepetés miatt. pláne azok után, hogy a Szerina a macskanővé vált, a Bruce meg már elkezdődött a Tréning. kiképzése. Itt annyira most a Batmanre annyira nem mennek. Az elején azt hittem az évad elején, a másik évad elején, hogy neki kezdenek, de akkor csak ilyen szárny próbálgatások vannak idézőjelben. Aztán nem igazán lett még belőle, sem nem tudom, hogy lesz majd a másik felében, úgymond, a másik évad félben. Másik felében sem lesz, a harmadik évadban Hát azt gondolom, akkor már. hangsúlyosabb már, és ezt egyébként nem azt mondom, hogy sajnálom, mert korban már nagyjából elértünk oda,
ha annyit sajnálok, ugye Amerikában nagyon sikertelen a sorozat, mert Batman-t akarnak látni, és éreztem pár jelenetnél a harmadik évad során, hogy az ilyen Batman-né válós jelenetek, azok ilyen tipikusan fogjátok be a szátokat fanok, vagy nem fanok, utálók inkább, tettünk bele ilyen szállat, örüljetek, hagyjátok érvényesülni a többit is, és érdekes, nem azt mondom, tehát egész új megvilágítás ad. Hát eredetinek érzem, mint a Smallville-os Superman felfedezi a képességeit. Ja, hát azt én, annál én is mondjuk biztos, bár most amikor nem láttam ugye, de összességében. Hát nem, ugye az egy ilyen, igazából falma, ahol élünk. Ja, akkor igen. Hetedik mennyország keresztezve a képregényekkel, és ez az, hogy itt máshogy álltak hozzá a harmadik évadban már a Batman-né váláshoz, nem annyira klisésen, szerintem ilyet még nem láttunk a Superman-nél, meg ugye itt nagyjából el tudjuk képzelni, hogy egy farmon, egy nagyjából hogy fedezhette föl, milyen hatásokra a képességeit, és nagyjából ezt láttuk a Smallville-ben is megvalósítva. Hát itt kockáztattak, tehát adtak szállat végre, viszont nem feltétlenül olyat, ami, nem tudom, nem olvastam nézői visszhangokat a kiképzése kapcsán, de hogy itt elég bátran belenyúltak olyan dologba, ami nem tudom, hogy hát az eságukban még belefér, ha azt veszük a Batman Begins-be, meg de hát nem tudom, majd meglátjuk, hova fut ki. Hát olyan, a másik részben ugye most a Barbara Kim meg ilyen gonosz oldalra áll gyakorlatilag, meg hasonlót. Na, ott volt egy elég kínos jelenet szerintem, az a templomos házasságos. Ja igen, igen, mindjárt. Kicsit kérdezik. Elhúzták, de kérdezik. Még mindig jobbnak érzem most így ezt a gonosz karakter, mint amit összekapkodtak ugye a gyors átalakulással az előző év végén, tehát így ahhoz képest, hogy mindig egy szállal ja, hát jobb. Szóval jó lesz a Harley Quinn vagy sem, az meg mindig ezt repesgetik, meg meglátjuk, de... Állítólag egyébként Harley Quinn benne lesz a harmadik évadban, most volt egy hír. Vagy a negyedikben most. Hát talán az szezonzáróban, de nem Harley Quinnként, hanem Bruce kortársaként, még gimnazista lányként, vagy gimnáziumot éppen lányként, aki megy a orvosira. Tehát, és az is kell, tehát itt a... Ha valakikből nem válnak a képregényes formájuk a sorozat során egyszer sem, abban biztos vagyok, hogy a Harley Quinn meg a Harvey Dent ilyenek lesznek. Ahogy érted, hogy... Erre egyszerűen ők már mindenképpen Batman után, a legtöbben Batman után kell, hogy jöjjenek. Ez persze. De náluk hangsúlyos, mert ugye a Dent-tel hiába sokkal idősebb most a Bruce-nál, de a Dent meg a Wayne, ők haverok. A Harley Quinnhez meg kell egy Joker először. És még Jokerünk sincs teljesen kimondva. És őt sem kell erőltetni, amíg nincs igazi Batman. Igazi Batman meg nem lesz a sorozatban, csak az utolsó, tehát a fináléban. Ezt mondták is egyébként? Hát az a terv, igen. A Smallville is úgy zárul le az utolsó jelenetében, hogy John Williams zenéjére ikonikusan kibontja Na itt meg bejön a Hans Zimmer zenéje, mi? Vagy inkább akkor a Tim Burton-i, mert aztán már jobban hasonlít ilyen szempontból. Nem tudom, igazából, vagy a 66-os. A 66-osnak egy ilyen gótikus remix-e. Ja. Hát meglátjuk. Nem. Ja, a Gordonban egyébként milyen akcióhőst kezdnek mindig csinálni, ide többet ha kell harcolnia, védekeznie. Akár még a szemetes közé is. Na, most csak még az előző mondatom, az utolsó mondatából belevágtál, hogy és most a harmadik évadban éreztem pár jeleneten, hogy ez azért van ott, hogy úgy tényleg elkezdjék a Batman-né válást, amit én még kicsit korainak érzek. Minimálisan korainak érzem. Egy évvel később elég lett volna, szerintem. A detektíves száll... Igazából nekem a negyedik évattól három elvárásom van. Fedezzék föl a barlangot,
kezdje el növeszteni a Gordon a bajszát, mert ez meg annyira nem fontos, mert bármikor tudja növeszteni, csak igazából a nagy, a Year One képregényben, a Frank Miller féle eredett képregényben, ahol a Gordon a főszereplő, és amelyből a Gotham egyébként sokat merít. Már ott is fiatal Gordon is bajszos, de az annyira nem izgat. Viszont mindenképpen kellene már a Barbarával teherbe esnie pár melyik nőnek, aki Barbara Gordon. Hát a készíti Batgirl. Igen. Mert nagyjából most már megvan a korkülönbség. Na most már össze akarta házasodni a... Jaj, hogy hívják a másik? A fekete haj... Csajt, aki volt a Homelandben is, nem mindegy, de azon össze akart csak. Lee. Ja igen, Lee, össze akar már itt házasodni. Nem a Homelandben, a Deadpoolban, úgy többen. Ja igen, de... igen. Bár mindig furcsa ez nekem, teljesen máshogy néz, ilyen így a más karakter. Ja. Ami nagyon erős volt. Egyébként a zenében kicsit csalódás volt még így a második évad egyelőre, annyira sok újdonság. Sosem a zene volt a hangsúlyos. Jó, persze, de azért volt egy karakter motivum, vagy mit tudom én. Most annyira nem, egyedül a Pingvinnél maradt még meg úgyhogy. És ez a Gallivan, az nekem meg egy kicsit csalódás volt. Tehát ő lett gyakorlatilag a főgonosz, ha úgy nézzük, nem? De igen, nekem valahogy nem, pedig a színész nem olyan rossz általában a filmjeiben, de nekem valahogy most itt nem annyira jött be. Erőtlennek éreztem volna, hogy erőt kellett volna képviselni. Nem tudta, hogy vagy benne. Pedig szerintem nagyon jól meg volt írva, és nem önmagában a karakter. Egyébként majd ide, hogy át fogod értékelni azt a eszközök a... mondjuk nem voltak rosszak, tehát hogy mondja ez a... De másolás, meg ugye ez a politikai karrier építés, ezek igen, voltak. Igen. Ahogy most megítéled, azt simán át fogod értékelni az évad második felelőttel. Ja, ennyire, tehát te is leúzod előre ezt az évadot. Mindenki azt mondja, nem, csak hogy mondod, hogy itt nem annyira erős, hát majd meglátod. Maga a politikai szál, a korrupció, az viszont nagyon erős. Az jó, de hát az első évadban is volt. Igen, de első évadban nem volt főszereplő politikus. Ez igaz. Ez megvolt, de végig háttér szában. És szerintem nagyon fontos, hogy a Gotham, ami tényleg egy elég romlott város, ott ne csak a rendőrökön keresztül tapasztaljuk meg folyamatosan a korrupciót. Tehát pici spoiler, a harmadik évad elején a Pingvin lesz a polgármester, és a Nigma lesz. És a Nigma lesz a asszisztense, tanácsadója, a szó, nem szóvívója, tehát ilyen jobb keze. De most ott ugye két főszereplő, hirtelen politikussá is váló főszereplő lesz. Itt viszont egy gyatemtől teljesen független figura, hát, aki nem a városból érkezett. Igen, de a mahinációkkal együtt ugye megoldja, hogy ő lehessen a... Igen. Csak mondjuk... Mint érdekes, ebbe pont tegnap tudtam bele, hogy az eredeti polgármester, ugye az Omri James, nem tudom, hogy a színész megvan-e neked. Hát aki korábban volt, nem? Hát igen, az Omri polgármester. Ilyen humorosabb volt, hogy mondja neked, ez ilyen humorosabb stílusban adta elő egy kicsit. Vagy igen, ilyen, és... Kicsit ilyen félősebb polgármester, így fogalmazott. Igen, és tegnap futottam bele, abban általam eddig nem ismert ténybe. Hallgattam a Kassai Károlyal egy interjút, és abban megemlítették, amiről abszolút fogalmam sem volt, hogy a Michael G. Fox-nak volt. Mi van? Milyen volt? Michael G. Foxnak volt a szinkronja, Kassai Károly előtt terület, a Jackie Chan, Netflix, Steve Carell, papagájok. És így, úristen, hát azt én meg kell hallgassam, hogy mi az. És a Kerge várost nyitottam meg, mert hát abban szinkronizálta. Ez ugye az utolsó ilyen nagyobb színészi projektje volt a Michael G. Foxnak, és így tekerem a részt, tehát ebben még a Rudy az első évadban a szinkronja, az annyira azért nem elütőd tőle. És akkor benyitja a figura, basszus ez a polgármester. És azért érdekes, mert a Kerge város az a, nem tudom melyik városban játszódik, de hogy
egy polgármesteri hivatal, a polgármesternek az embereiről szól, és ő a szóvivője a polgármesternek. Úgyhogy így utólag belegondolva, lehet, hogy tudatosan... Véletlen a dolog. Igen, tudatosan volt ő a casting. Nem tudom, de ez így érdekes felismerés volt. Na igen, hogy a politikai szál. Tényleg az, hogy nem ismert, vagy Gethamen belüli szereplővel mutatták be, hogy neki mennyire nem érdekli a Gethamen sorsa. Erő egy személyes dolog miatt jött, hogy fegyvert használjon. Ez nagyon erős. Nagyon erős. És... Igen, és volt ugye ez a vissza múltba epizód is, amíg az egy kicsit maga az ötlet nem volt, csak megint a megvalósítást tudod, akik a végén szintén fontosabb szerepeznek, ezek a idézőjelben szeretes, harcos szeretesek, ennek ja. Nagyon gagyinak tűnik egyre, de remélem, hogy valamit tudnak vele kioldani, mert olyan is van, nem tudom, olyan is van benne, hogy öten oda megy egy rendőr, rakják el a fegyvereiket, nem tudom, valamit mond nekik, és körülveszik, és szurkálják azt tényleg, aztán menek tovább, mert élek nincs a városba. Szóval mondjam, ezek ilyen érdekes. Ez nem került már elő egyébként az évad másik felében. Nem. Tehát azzal, hogy a... Hát talán Galavant... is rájöttek, hogy ez nem volt valami erős, aztán... Nem. Ők ugye a Galavantól küldtek, és ugye a Galavant kiszállt a játékba. Hát akkor gyakorlatilag fölöslegessé vált a szálluk. De egyébként maga a csattanó az jól... Tehát ez tényleg az működött, nem számítottál feltétlenül le. Mármint azt, erre a múltbeli a titokra, igen. Az jó. Abszolút nem. Meg maga ezek a régi jelenetek, azok nem volt olyan nagy gond, tehát az... Elsőre furcsának is hatott, hogy jó, hogy ilyen modern és korrupt városban, most egy kicsit ilyen, idézve ilyen kosztümös világban is visszatérünk. De hát jó volt összességben, kicsit lehet, hogy kapkodó volt az is, tehát nem volt ugye sok idejükre. Összességében ahhoz képest egész jó legendát kreáltak. Na és hogy tetszett a lény? Micsoda? A lény. Lény? A Fantasztikus négyesből. Lény. Hm? Hirtelen, amit így eszem be. A Bugs. Ja. Hát... Ő játszott a 2005-ös, 7-es Fantasztikus négyesekben a lény. Hát, mert ismerős volt, csak nem tudtam, hogy honnét. Valahogy fel tudod nem mondni. Ugyanígy nézett ki egyébként. Meg a, amit az előző adásban a felvezető egy órában nagyon ajánlottam, ugye abban ő a családapa, abban a hihetetlen család szerű. Ja, a családapa. Ahol ugye rendőrségen fantomkép rajzoló, tehát ez meg hasonló, hát nem feltétlen az alapján, inkább a kinézete alapján lett ő rendőrfőnök, de hogy ilyen, mint a polgármesternél. Jó, elkopaszt mondod? Korábbi sorozatban polgármester szóvívő, a polgármester, ott korábbi sorozatban a Michael Schmitz fantomképrajzoló, itt meg ő a rendőrfőnöket. Jó, ezt a kopaszt mondod, az új rendőrfőnök? Igen. De várját, hogy nem ő volt a... Jaja. De a Shield, nem, de a Shield. Igen, abban is. Jó volt a főszereplő, nem? Abban is, igen. Milyen zsarú volt, most hittem jut eszembe, nem mindegy. Milyen zsarú? Én annyira nem szerettem valahogy annyira azt a sorozatot. Gondolom de... kemény zsarú volt. Ki... Ja, kemény zsarú. Látod, hogy kemény zsarú. Igen. Ő itt is keményebb volt, tehát összehasonlítod az előzővel, mondta is, hogy itt rendet akar, meg keményebb, meg most visszavágunk, meg mit tudom én. Ennek ellenére mondjuk elég sokszor kerültek szlamasztikába, mondjuk 2-3-an Gordonnal, meg mit tudom én. Igen. Ők kerültek rosszabb helyzetbe, semmit fordítva. De egyébként, ha így elég sokszor megtámadták a rendőrséget, az is olyan kicsit furcsa, jó, hát korrupt város, de mindenki szinte csak így besétál, Barbara, izé, a Galavant emberei, akkor a... Sem is emlékszem, hogy meghalt, vagy eltűnt, az is betört a Zaz, aztán azután valami eltűnt. Kire gondolsz? Hát a Zaz, vagy hogy hívják, jaj. Ja, az most így hirtelen eltűnt, sem is emlékszem, hogy meghalt már, vagy nem? Mindig ilyen... Hol előkerül, hanem nagyon mellékszik. Én azt hittem, hogy fontosabb lesz, hogy ilyen henchmenje lesz valakinek majd később így folyamatosan, de akkor ezek szerint... Egyébként az a leginkább a Barnes-nak az ereje, hogyha egy, megnézem az előző évadnak a főszereplőit, most megint akik annak vannak írva. Gordon, Bullock, Wayne,
Alfred, Oswald, a Barbara, Selina, a Nigma, a Falcon és a Fishmoni. Ők így megvannak azonnal. És akkor van a René Montoya meg a Sripuselen, aki hede fel volt az évad legelején húzva egy szál, aztán ők el is küldtek, igen, és aztán ők is. Szereplők voltak. Ugye ott a szerelmi háromszög, biszex, stb. Meg hogy ők tudták azt, hogy a Bullock egyébként korrupt zsarú, és akkor le akarták buktatni, meg stb. És akkor volt még főszereplő a Sarah Essen kapitány, ugye a Barnes-nak az elődje, igen. Akitől így különösebben hiába szerepel 18 részen keresztül, annyira nem tudok mit. Hát nem egy emlékezetes. Tehát így nem is tudom, hogy a kapitányságon kívül, de azon belül is a jelenetei 80%-a egy kb. Az irodájában játszott. Így nem tudom felidézni, hogy volt-e külső jelenete. Hát nem nagyon. Egyébként ezt megfigyeltem, hogy továbbra is, hogy próbálnak spórolni ilyen téren, hogy mindig ugyanazok az épületek, ugyanott, ugyan menni, nehogy ki kelljen menni, mert akkor ez drágább, ugye? Ez a harmadik évadra azért viszonylag eltűnik, tehát az jó. És a rendőrkapitányság nyilván megmarad, meg a persze, ugye, de változatosabbak a helyszínek sokkal. Meg hát logikusan is nem játszhatod de alapvetően nem érzem feltétlen problémának, hogyha ez a díszlet sokszor visszatér, mert oké. Nem gond, csak amikor mondjuk már három évadon keresztül. Hát, most jó, hülye példa lesz, de Smallville-ben volt három díszlet, illetve három helyszín, mert az egyik helyszínnek több díszlete is volt, ami mind a 10 évadban szerepelt, és igazából nem volt ez a probléma. Tehát a Kent ház, a Luthor villa, meg a kávézó, meg mozi, meg amúgy tetőlakás, tehát egy ilyen átlagos régi építmény. Előtte a kávézó, amúgy mozi. Mindegy, és ugye a Gothamben azért alapvetően nincs annyi folyamatosan visszatérő helyszín. Tehát többi sorozatban, a képregény sorozatokat is nézve, többet vissza tudok így idézni, ami tényleg sokat van. És akkor még nem beszélve arról, hogy az átlag sorozatokban is vannak azért. A trónkarcában is ott van a trónterem, most csak mondtam például, de azért nem annyi szer, meg nem mindig van, meg ott itt is van ilyen 8 szál. Stop, egyébként rosszak az arányérzékeid, mert a trónokharc az ugye 10 részes évadok. Az igaz, persze, és akkor... 10 rész alatt nyilván feltűnhet, mindegyik részben akkor sem érződik annyira soknak, mint 22 részben feltűnik. Tehát itt a teljes évados sorozatokat tekintve a Gotham ettől változatosabb az átlagnál. Meg hát tényleg iszonyat sok a szereplő, tehát meg, egyre csak bűnkő. Ahhoz képest, hogy mondod, hogy ne menjenek ki, például most a rendőrkapitányság. Mekkora rohadt nagy az az díszlet? Hát jó, hogy nem akarnak kivenni, ha már annyi pénzbe került felépíteni, tehát az szerintem egy extrém drága díszlet volt. Ja, hát igen, az egész ugye egy díszlet. Az jóval nagyobb az átlagnál, abszolút. Most tehát ugye a Wayne kastély sosem láttuk így önmagában az annyi, egész. Ott valószínűleg szobákba veszik. Ott mindig mindig csak a szobák vannak, vagy szobából több is, tehát hogy azért legyen változatosság. De a rendőrkapitányság az egy nagy terem gyakorlatilag. Meg a hozzátartozó szobák is, ott a szobák is, meg a környező folyosók is meg vannak építve, ugye a hullaházos rész. Az is, meg ahol az is szokott lenni, a rébusz. Minden egybe. Igen, ahol a Rébusz volt, meg ahol a Kringle kisasszonynak volt ugye a folyosó a másik oldalon, és az össze van építve, meg a tárgyalóterem, kihallgatóterem. Azt miért írták ki a Kringle, az volt a barátnél, nem a Kringle kisasszony, miért írták ki viszonylag gyorsan? Azt nem tudod, annak meg is volt az oka, vagy esetleg a színésznő miatt, vagy? Hát nézd! A végig is logikus volt, ahogy felépítették meg, hogy miért pont akkor vele, stb. És így átalakul ugye a rébusztal gyakorlatilag. Abban nem volt gond, csak én azt hittem, hogy már jövő évadra tolódik át. Rébusztát tényleg ebben az évadban jön egyébként. Tehát itt csak elindul azon az úton, de még nem rébusz.
itt igazából annyi történik, hogy mert alapvetően az első évadban csak rejtélyes volt, de nem volt rossz. Azt mondom, nem volt rossz szándékú, nem Igen, volt. nem volt. Az utolsó részben És sokszor mindenki úgy esik utálnak neki össze, mellette. és gyakorlatilag itt csak azzal vívódik, hogy valahogy leküzdje azt a feltörekvő gonosz szénét, és itt meg feltör a gonosz széne, de még nem lépusz. Itt még örlődik a két oldal között. Itt még kicsit olyan, mint a Bergőr. Bergőr? Macska nő, hogy vagyok. Igen. Végülis. És ugye hát nyilván nem szerencsés, hogyha a életet szerelmét kinyírod. Az úgy elég szar lehet, de hát ha már... Főleg, hogy majdnem másfél évadon át. Igen, efekedett érte. Ha már az életem szerelme, ugye a Barbarát említetted. Az a te életed szerelme. Nem arról van. Szóval nem, ő a legélvezetesebb ripacs, szerintem. Igen, tehát, igen, főleg abban van ő ez a templom. Ja, de a harmadik évadban is abszolút... Azt mondták, hogy ő fejlődik, nem tudod mennyire igaz, de... Ja, lehet mondani, de... Gyakorlatilag ő lesz az új Fishmuni. Sokáig, akkor azt mondták, hogy sokáig ő lesz a Queen, de hát nem, akkor Harley Quinn. Ez már, ezt mondjuk akkor tagadjuk. Nagyon nem adná magát. Illetve el tudom... Ugye a Joker szerette ebbe az évad, megkedvelte. Kinézte magának. Hát ez egy dolog, de azt el tudom képzelni, hogy valami bohóckát fel fog venni. Aztán az egész egy nagy átverés lesz, mert az első évadban is volt a Red Hood rész, ahol a vörös maszkosok voltak. Ja, uh-huh. És ugye a Red Hood az két karakter volt a képregényekben. Joker a Killing Joke-ban, még mielőtt Jokerré vált volna, illetve a második Robin, miután elvileg megölte a Joker. És így egyik sem állta meg a helyét, ráadásul ugye nem is a Joker színésze játszotta. Nem is az abszolút más a két figura, meg azt hiszem a Red Hood-ot ki is nyílta. Ugye ott egy egész banda volt, a bandás verziót adaptálták. És ott is, amikor beharangozták, akkor mindenki azt találgatta, hogy vajon akkor melyik Red Hood-ból lesz később a Joker? Hát egyikből sem. Viszont amit meghalt a Joker, ha jól emlékszem, ugye vártál? Hát... De hát visszatér, azt én is hallottam már, de most nem meg lehet, hogy sem lehet kihagyni, ugye? Hát nyilván itt... Kíváncsi ezek, hogyan oldják meg, de hát nem mondd el, de majd... Frostak miatt kellett visszafogni. Hogy? Csak az volt az érdekes, hogy az évad előtt, a második évad előtt a gyakorlatilag vele adták el az első részeket. Igen. És úgy közvetítették, hogy ő nagy ígéret volt lesz. Egy jó évadra, de aztán... Ő nagy főszerep. Jobb lett, mint az az előző egyelőre. Mindenki felöbbent. És ott azok valahogy, azért látszik a rendezésbeli különbség, azok az első részek jobban is vannak szerintem rendezve, pörgősebb, feszültségelteli, mindig történik, ami nem ül le, nem tudom, vagy nekem azért látszik, hogy itt ugye ez 22 rész, ahogy te is mondtad, és itt nincs az, hogy mondjuk a felét megcsinál egy rendező, másik felét még egy rendező, hanem mindig váltakoznak, aztán emiatt egy kicsit katyvasz lesz. Igen, miatt, viszont ez a kísérletezőgetések meg 22 lehetnek. 22 rész, viszont azzal, hogy felbontották kettőre, majd meglátod, hogy a második évad, ez teljesen másról szól. Ezt lehet értelmezni 2-11 részes évadnak is, és úgy már abszolút nem érzed szétnyújtva, meg elnyújtva. Tehát gyakorlatilag az évad második felében a fő szál az teljesen más lesz. És nem is köthető a fagykapitány, az a flashbackban, ahol Mr. Fagypot. Úgyhogy, tehát ő is csak így megkapja a maga részeit, mint a Joker. És utána gyakorlatilag szinte egy évig nem látjuk már. Érdekes. A téged is támadnak hátul, nem tudom, a ninjak és egy razágul, vagy mi, de valami. Mert? Hát csak már hallom itt a harc van a mikrofonnal, vagy nem tudom. Ja, nem tudom. Ja. Meg hát ugye vannak, azt tudni kell ugye, hogy
Azondali lehet, hogy ott vele él macskani, mert tele van macskával a háttérben, ugye? Lehet, hogy Igen. már hallunk egy-két nyávogást Nem, is. most nem volt. Megnyugodtak már a macskák. Ja, több is van akkor? Ezek Kettő szerint? van. Hú, hát azért mondom én, akkor lehet, hogy te leszel a, nem tudom, macska férfi, vagy te nem tudom. És játszok, lehet, hogy új karakter lassan majd. Azt nézem, hogy még milyen mellékszereplők vannak. Hát, jó, Hát most néha elég igazán. durva volt egyébként egy-két jelenet itt is, tehát ugye az elsőben is itt is azért ezekkel megmutatják, hogy ez nem gyerekeknek való sorozat. Meg hát a Igen, ami... témával is, persze témákkal. Igen, ezt már fejtegettük, hogy a Netflix sorozatok, a Marvel sorozatok egyik nagy kritikai pozitívuma, legalábbis a Daredevil esetében eleinte mindig ez volt, hogy milyen dark, meg milyen sötét, és azért kell ide a Netflix, mert nem lehet, ilyet nem lehet országos, nagy csatornán 20 részes évadban. Tessék, Gatemet nézni, emberek? Lehet. És oké, nem annyira face-to-face brutalitás van, de hát mondjuk... Hát néha az is van, amikor agyonverik egymást. Hát, meg most figyelj, a legutolsó rész, amit én láttam a harmadik évadból, ott, ha nem is premiértben van, de még a képernyő szögében láthatóan éppen lefejeznek egymást. Egy fűrészkező karakter. Tehát nem is fűrész, hanem ilyen hóhér kalapács, vagy fejsze, vagy ilyen kicsit ilyen videófelügyelő keze van úgy, de igazából nem tehát nem úgy kell elképzelni, mint a videófelügyelőt, hanem csak felveszi. Tehát egy ilyen keszkű gyakorlatilag. És azzal, hogy lefejez egy simán. És így benne van meg a VS Majd a az. Gyerekeket is Bruce-t bántalmazzák, megütik meg ide. Jó, hát igen. Hát tudod, a gyerek bántalmazás az egy nagyon fontos kategória karikák határozásában, úgyhogy... Igen. Jó, hát azért nagy baja nem lesz, tehát azért nem kell félteni. Persze, persze. A diászabra egyébként persze mondhatjuk, hogy kicsit kiveszett az izgalom, hiszen tudjuk, Gordon nem halhat meg, Bruce nem halhat meg. De pedig mindig ugye egy csomó jelenetet arra hegyeznek, hogy jó, mi lesz Gordonnal, lehet, hogy meghal, de is tudod előre, hogy nem fog meghalni, tehát így... Igen, de... Aztán általában mondom, úgy menekülnek, mint a legtöbbször Indiana Jones, vagy a James Bondnál volt, hogy mit a táját köten körül, és akkor mindig együtti meg, vagy éppen jön valaki, és akkor megmenti. Mindig elhúzzák, jó, ez, igen, mindig elhúzzák a ütik velik, hogy jó, hogy mi lesz veled, és aztán már jó, végig kínoznak, aztán már nem lesz ideje. De hát ezek ilyen, ez máshol is így, most a Karibetben is például ott a végén a Salazar az nagyon sokáig eljátszogat a nagy bosszúját, azt lassan akarja letudni, annak ellenére előtte nagyon gyorsan szerette volna, tehát így vannak ilyen kliség, tehát ezeket is nem lehet kijátszani ilyen szempontból. Viszont olyan sok új gonosz ellenfél nem jelent meg ebbe az évadba szerintem, egyelőre, aztán most sem van a második fele. Hát nézd, ja, végül is... És akik az elején megjelentek a Galavan, illetve az előzőből a Pingvin, a Joker, stb. Aztán ennyi, tehát igazából. Ugye a Fish a szerencsére... tengerben, vagy halak eszik, vagy nem tudom. De nem is baj. Egyelőre már hallottam rossz híreket, de majd meglátjuk, hogy ez igaznak bizonyíve. De többiek igazából annyira, ha jelen is van egy-két, aztán van-e volt egy? Ja, volt az a melyik is, de az csak egy ilyen megbízott volt. Tudod, az a pasas, ilyen szemüveges pasas. Jó. Hogy? A robbantós. Igen, igen, azt a robbantós. Hát, igen, ilyen nagyon ritkán vannak még epizód. Őre emlékszem még valamelyest. Ez, hát ugye az a nő, de az nem is tudom hova lett, aki megbízta. Tipikusan olyan epizód gonosz volt az a robbantós, akikről az első évadnak az első harmada szólt nagyjából. Igen, de itt ez jobban működött nekem egy picit. Az,
az viszont teljesen eltűnt. Már a második, vagy az első évad végére is eltűntek ezek, de itt még abszolút gyakorlatilag fel se tűntek, mert voltak ugyanilyen heti gonoszok, viszont azok alapvetően a főszálat is sokkal inkább közük volt a főszálat. A köré voltak építve, vagy összekapcsolták, vagy valamit. Igen, nem lógott ki annyira, mint az elején, hogy így van egy ilyen kecskegyilkos, aztán így előkerül ez a lufis gyilkos, mert a jelek volt. És egyébként alapvetően nagyon jól adaptálták a képregények stílusát abban a felépítésileg nézve, hogy ugye a képregény is nagyon átlagos képregény, én nem olvastam ilyen képregény folyamokat sosem, de hogy ugye nagyjából úgy van, hogy rohadt sok szereplő, és akkor egy-egy számban néha felbukkan egy-egy kisebb ilyen gonosz, és ezek az ilyen heti gonoszok gyakorlatilag, és hogyha úgy tekintünk minden részre, hogy az egy 40-60 oldalas füzet, ami lényegében, hogyha a storyboardokat is rajzoltak a forgatókönyvek mellé, már pedig kellett, de hogyha azt jól kidolgozottan rajzolták, akkor gyakorlatilag mindegyik rész egy füzet. És ez simán érződik is rajtuk, hogy úgy írják meg a forgatókönyvírók is, hogy ez így érződjön. Hogy nagyon sok főszál van, amiben, hogyha így valaki belecsöppen hirtelen a második év a 18. részében, akkor azt látja, hogy úristen, mennyi karakter, most ez kikivel van, így próbálja ezt rakni, és nem tudja, mert annyi szállat mozgat, és egyébként ez valahol egy hátrány is a sorozatnak, hogy és igazából ez az egyetlen hátrány, bárjuk, hogy fel tudok hozni neki, hogy egy átlag nézőnek túl csicsás. Tehát, hogy túl sok... Igen, tömény. Meg hát ugyanakkor... mindig kapkodnia is kell, mert ilyen 40 percben ennyi karaktert más nem nagyon lehet ugye letuszkolni. Igen, de alapvetően itt a 40 perces határokat nagyjából elmosnám, mert a főszereplők azok 22 részes határokat kapnak. Ott persze, hát most ezt nem úgy érted, de egy részen belül, tehát most összesült egy órás... Igen, de mondjuk erre már kitértünk az első évad, hogy nem, nincs mindenki bele erőltetve minden részben. Persze, ő van osztva, szabva, de azért... Most itt a nagy szereplőket megnézem, a Gordon 22, a Bullock 21, a Bruce 19, a Lee 16, az Alfred 18, a Penguin 19, a Barbara 14, Serena 17, a Nigma 19, a Galavan 16, a Lucius 6, hát jól, hogyha adjuk ki inkább ki, ugye a Tabitha 16, a Butch 11, a Barnes 15, neked, akik még nem tűntek föl, 9-10 részek, a Silver 7 rész, és így nagyjából elfogyott a jelentősebb szerepek, még na, Kár, ki? Ja, tudom, az a nagyon mellékben. Na, oda a riasztot várnám már. Ezt azt elkezdték felvezetni. Hát volt felvezetés, csak úgy igazából. Igen. Még de hát gondolom, hogy lesz, tehát. Most itt felsoroltam már nem csak a főszereplők közül, de a főszereplők közül is egyedül a Gordon van benne minden rész. Jó, hát igen, mert ő körül is épül, gyakorlatilag a Bruce lesz szépen lassan, gondolom, ami még ugye. De hát egyértelmű. A Gordonban kicsit egy ilyen, hát nem szuperhős lett, de bizonyos szempontból, olyan szempontból az lehet, hogy ő körülötte forog valamilyen szinten a... Nem. Hát, Nem. Hát a gonoszok, meg a gonoszok, tehát igazán meg a kettő közötti viszony, tehát a gonosz karakterek, meg ilyen Gordon igazából, tehát nem? Tehát, én nem mondanám szuperhős, csak akcióhős. Úgy, babocsán azt akartam mondani igazából, hogy ilyen akcióhős, tehát igen. Tipikusan a, és abból is a noáros, mert a noáros alapvető kép az inkább a későbbi Gordon, tehát a nagy Gordon, a kalapos, ballonkabát. Az idősebb, igen. De az idős Gordon itt inkább a Harvey képviseli, csak kicsit azért szórakozottabb. Hát igen, mert kicsit korruptabb formában, legalábbis az elején. Igen. Hát jó, a második évad van annyira már nem. Igen, már annyira nem. Tehát nem korrupt már. Csak ilyen nagyon, nagyon pénzükség esetén.
Na, És hogy... nagy összeveszések sincsenek, mert néha azért volt egy-kettő ilyen Hát oda. igen, ami nagyon zöldfülű, meg világmegváltó akart lenni a James, aztán rájött, hogy Mi a valóság? Gothamben hasonlulni kell a többiekkel, és néha paktálni a pingvinnel, meg stb. Nagyszerűen a helyest. Igen. Tehát alapvetően erre nagyon ráéreztek, hogy egyrészt nincs minden szereplő minden részben, kivéve a Gordon. Másrészt, hogy maga a Gordonnak a figurája, az lényegében a... el tudjuk képzelni. Én el tudtam képzelni, mindig is. Jó, a Burton Schumacher filmek Gordonját, meg a 66-os Gordon, nem. De a Gary Oldmanből simán kinéztem, hogy ilyen volt fiatal. Igen, én is arra gondoltam, hogy arra hasonlítom a legjobban. Akármelyik rajzfilmes Gordonból kinéztem. És a... Nézd meg a Batman Year One-t. Azt egy már pár perces rajzfilm. Yeah. Abban is hasonló a Gordon, csak a kinézete idősebb. De ugyanúgy azon filózik, hogy most akkor a terhes asszony hogy lesz, meg hogy ő csalja-e a feleségét, vagy nem, hogy megtisztítsa a Gothamet, és ugyanúgy oda jár az utcára, majdnem megölik, tehát abszolút ez a Frank Miller féle Gordon. És az idősebb Gordon meg érdekes, vagy idősebb Gordon, tehát a Bullock meg érdekes, hogy ő alapvetően amúgy nem tér el sokban az eredeti formájától. Bár én őt igazából máshol csak a DC Animated Universe-ban láttunk, a 92-es Batman sorozat és folytatásai, stb. Univerzum darabjai. Abban abszolút hasonló a Bullock. És igazából, hogyha belegondolsz, akkor ha összerakjuk őket egymás mellé már az idős Gordon, akkor a Bullock az igazából az idős Gordonnak a rossz színje. Van egy ilyen fajta jelentés. Most a művészfilm lesz a sorozatban, mert tényleg vannak ilyen áthallások, meg ilyen átfejlások. Nem, ez pont nem a sorozat, hanem hogy képregényileg. Jó, hát azt mondom, persze, hogy érdekes. Itt még lehet forró fejű minden, de mert pont most van a 20-as évei végén, 30-as évei elején a Gordon ereje teljében. Tehát abszolút lehet itt még ugrándozó, stb. Igaz, hogy magában a noir hangulatban illene egy olyan igazi... És ugye már szintet is lépett egyébként. Igen, tehát egy olyan igazi nyomozó alak az hiányzik, és azt sajnálom, hogy harmadik évadban sincs. Kb. Mint a Watchmenben, aki nem a kérdés, hanem a Rorschach. Igen, meg én is szeretném. A Justice League a kérdés, aki nagyon hasonló a Rorschachhoz egyébként, ugyanúgy az arcát sosem látjuk, és ilyen optimozó riporterként nyomoz. Van a harmadik évad elején, első felében egy oknyomozó riporter lány, de az meg inkább a Kim Basinger. Annyira, hogy egyébként Valeri. Nem a Viki? Nem a Viki, hanem a Valeri. A nagy lénye. Azt hiszem a nagy lénye. Rászám az a generációs különbség. Aki egyébként... De akkor ezzel már vezetik fel. Viki milyen neve? Viki Vail? Viki Vail. De egyébként egy annyira semmi karakter máshol, tehát tényleg a Batman filmen kívül annyira mellékszereplő mindenhol, hogy el nem tudod képzelni. Pedig azt hinné mindenki annó, akkor azt hitt, hogy ó, ez milyen fontos szereplő. Persze, de hogy így élő szereplősen a 40-es évekbeli szériában volt benne, és így kb. Ennyi. Képregényben is alig, meg rajzfilmekben is inkább olyan cameo, hogy van egy hírmondó, és akkor helyszínre kapcsolnak, ahol zajlik az akció, és akkor látjuk kiírva a képernyőből alsó sarkában, hogy egyébként az ötüvér, aki beszél a riporterben, nincs kimondva a neve, hanem kapcsoljuk a helyszínt, és akkor nézzük. Legfőképp ilyen szerepekből áll, de nem tudom. Én nem hiszem, hogy benne lesz a sorozatban ez a Valeri Vélt is már visszadapták a... Hát ő igazából csak tényleg az elején volt hangsúlyos.
sincs. És aztán ugye a végénél volt egy összekötő a következő fél évaddal, ugye azok a rajz meg, de ez csak öt, jól vettem ki, hogy öt rajz film volt, vagy négy, öt ilyen egy perces. Aha. Azt hittem, hogy több lesz. Hát erre én már abszolút nem emlékszem, de a zseniális, hogy azt mondom, nagyon jól föl van, így látványilag így a tipikus konkrét képregényes műfajt nézed itt egy nem az első ilyen a műfajban, egyébként ezt azért szerettem volna, hogy megnézni, mert erre beszélni szerettem volna, hogy ugye a múltkori adásban én rangsoroltam a képregényes adatokat, ami egyébként a következő adásunk végén valamennyi esedékes, hogy az idei évadok ott teljesítettek ilyen rövidebbet, mint az elmúlt adásban. Hogy voltak egyébként nagyon sokszor ilyen kiegészítő websorozatok, és konkrétan ilyen képregényes is készült, hogy a Smallville az, ami a Smallville-ben megalakult ilyen kora igazságligának a kalandjait mesélte el. És ugyanez volt gyakorlatilag, hogy a sorozat szereplői alapján rajzolva ilyen motion comic. Úgy hívják ezt a műfajt, hogy motion comic. De ez még annyival is profibb volt, hogy ott tényleg motion comic volt a Smallville-nél, ahol olvasni kellett a szöveget, de itt rá is szinkronizálták az eredetét. És ez szerintem egy nagyon ötletes dolog. Igen. Mondjuk a történet az tényleg nem csak, hogy 5 perc volt, mert az olyan, amilyen. Ugye, de mondjuk látva, hogy mondjam, ugye a keretein belül látványos volt. Aztán úgy tudom, hogy ez az évad végén megjelent nyomtatásban, és talán ilyen ezért, a DVD-hez adták bónuszként. DVD. Mondjuk ötletes dolog. Igen, az évad, tehát valamelyik DVD-n nyilván itt a 11. rész, amelyiken van DVD-n is felkerült mozgóképesen, ahogy kijött eredetileg, de még a kiadásba berakták, nem tartva. Egy tök jó kis, vagy hát nem biztos, hogy mindegyik kiadásba, de hogy én úgy tudom, hogy kijelkezik. Ja, érdekes mondjuk. Ja, hát összességében de... ezt a fél évadot jobbnak találod? Ja, jobbnak, mint az előző, de milyen sajnos, vagy nem sajnos. Itt a szériálás gyakorlatilag évadokra van tervezve, és igazából nem pontoznám, de azt mondom, hogy jobb. Jó, persze, nem is jobb, kell mint a, hogy hívják, jobb itt az előző évad eddig, aztán már meglátjuk, hogy... Annyit mondok, hogy szerintem ez a sorozat legtökéletesebben összerakott részei. A harmadik nem egál, mert nagyon dicséred, meg más is dicséri egyébként a... Persze, nem... hanem ez így nagyon egyben van, tehát így... Ez is kezdődik valahol, meg le is zárul. Egységes, legegységes. Ez egyébként a második felére is igaz. A harmadik évadnak kicsit már vegyülnek a két félnek a... Illetve lényegében a harmadik évad három felé van osztva. Van az első 11 rész, aztán van a ott lévő három rész a Jokerről, és van az azt követő 8 rész második. Felének mondva, ami viszont sokkal jobban összefüggésben van az első 11-jel. Érezni a különbséget igazából az, hogy egy másik szál lett a főszál, amit a gyakorlatilag a második évad utolsó két része óta építgettek. Tehát ami azt jelenti, hogy 16 részen keresztül építették. Érdekes, ilyen szempontból. Itt viszont annyira drasztikus a váltás a második évadban, hogy hirtelen van egy ilyen teljesen más szál, ami a semmiből jött. Így viszont sokkal inkább különálló, de sokkal inkább le lehet választani, ami előnyös, mert nem érzed ettől függetlenül erőltetetnek, majd meglátod. És sokan szitták, hogy a második évadnak ugye az utolsó pár része szétcsúszik. Egy pici igazság van benne, de... Hát, hogy vezetik fel vele a harmadikat is azért, vagy... Nem, az igazából egy ilyen tévéképernyős közvetítésen keresztül történik csak, tehát annyira nem hangsúlyosan. Hanem az, hogy teljesen más az irány, és sokaknak is meg tudom érteni, ez a politikus korrupt dolog az jobban bejött, mert egy picit ilyen Arkham koppintásba érkezünk. Arkham Asylum, vagy hát olyasmi lesz, majd meglátod.
Viszont azzal nem értek egyet, hogy például a gonosz második évad második felének a gonosz, az nem érte meg Elevenhoz. Casting van mindenképp, karakterben meg igazából nem úgy van megírva. Hosszú távra van megírva, a Elevennel meg ugye nem terveztek hosszú távra, tehát nála hamar el kellett külni mindenkos kapot, és gyakorlatilag az első persze kezdve láttuk is elég a kapot. Itt meg, hát kimondom, mert igazából neked nem sokat fog mondani talán a neve. Hugo Strange-ről van szó, Dr. Hugo Strange. Ja, játszottam a Arkham City-vel is, azért tudom, hogy ja, kiről van szó. Akkor ő nagyjából előtted van. És hogy... Na, az jó, az jó. Ez jó, mert ez egy érdekes gonosz lehet, ha jó kezekben, viszont eddig nagyon használták ki filmekben, nem volt? Igen, volt a... Viszont nagyon fontos megjelenése volt már korábban sorozatban. Hát az animációsban volt talán, nem? 92-es sorozatban egy részben szerepelt, ja. Viszont rájött Bruce Wayne titkára. Ja, igen, akkor emlékezetes rész volt, ja, amikor valami ilyen elment egy ilyen házhoz, ilyen gazdag házba lakott, ugye valami kutató, nem tudom mi volt, és ott rájött, igen. És pénzért árulta az információt a Pingvinnek, a Jokernek, stb. Igen. Ez egy emlékezetes 20 perc volt. És igazából... És játék nagyon okos, és a játékban is egyiket erre akartak, vagy csináltak vele egy csavart. Ő méltó ellenfele a Rébusznak intelligenciában, és de jó, hogy ezt kihasználták. Majd az ő párbeszédeit... Ez már jó hangzik, ilyen szempontból. Halni fogod majd. Tehát annyira nem értek egyet azzal a tömeggel, akik azt mondják, ez a többség. Hát nekem a Galavan annyira nem tetszett, tehát lehet, hogy akkor a Hugo Weavinget mondta, tehát a Hugo Strange az jobban fog tetszeni. A Galavant azt még pláne át fogod értékelni. De nem a Strange miatt. A második fele miatt azért vannak, de nem a Strange miatt feltétlen. Mert jobban meg volt írva egyébként a Galavan. Hát egységes volt, azért, látszik, hogy volt azért, vele egy ív. Mert gyors lefolyásúnak kellett lenni. Uh-huh. És olyan túl sok gyors lefolyású karakter nincs a retemben, pont az előzmény jellege miatt. És néha jó látni így egy-egy olyan szereplőt, aki annyira nem... Tehát nem az van, hogy így látod, hogy igen, ez abban a filmben volt. Ez az az ikonikus gonosz. De a Galavan azért az egy ilyen, tényleg egy ilyen abszolút... Mert sokáig csak a háttérben sunyizik idézőjelben. Tehát... Ismeretlen, nem, tehát nincs körülötte kultusz, semmi. De ő is jelen van a képregényben, tehát én nem is hallottam róla egyébként. Úgy volt fővezetve, hogy... Én sem. És pont azért volt látni felüdülés, hogy végre egy ilyen eredetinek, nem eredeti, de eredetinek ható karakter. Ja, hát hogy igen, akit eddig nem lát, vagy egyáltalán nem látod. Szerveznek sokat, tehát gyorsan lemegy a szála, és így, hogy gyorsan lemegy a szála, gyorsan megkötik azt a karakterfejlődést, ami szerintem szépen, először nem is volt karakterfejlődés, még már kész volt gyakorlatilag. Kész volt igazából. Viszont végre láttunk kész karakter. A sok ilyen készülő között, ami tök jó. A Strange is kész van, csak egyszerűen látszik, hogy vele hosszabb távra terveztek. Még igaz az akkor is, úgyhogy a harmadik évadban csak két részben szerepelt eddig, bár pont a második az nemrég volt. Az első az még az előző évadhoz közel, gyakorlatilag lezárja az ő cliffhangerét szinte. És akkor így picit a semmiből pár hónap elteltével most megint elővették, nem tudom, hogy a szezonzáróban a dupla rész benne lesz-e, de biztos vagyok benne, hogy a harmadik évadban megint fontos lesz, mert nagyon háttérbe tették, túlságosan háttérbe tették, és ennek biztos, hogy van jelentősége, tehát már eleve úgy segített a Gordonnak most a harmadik évados a második részében, hogy most segítek, de cserébe ön is segíthat. Ezt is ezt kérem. Hát ez olyan majdnem, mint a Pingvinnél is ide-oda segítettek egymásnak szívességszükségek. Mondjuk a Stranger ez az első ilyen. Isten. És egyébként a Stranger BD Bong játsza, akiről azt kell tudni, hogy ő magyarázza el a Jurassic Park első látogatóinak a tojások. Még az első részben, régi be? Az első részben.
Ő az egyedüli Azaz. visszatérő a Girls-ben egyébként a régiek közül. Ja, igen, akkor semmi. Igen, Várjál. a kínai. Az a tudós doktor szerű? A mutat is, vagy nem tudom, az a fiatal, de az fiatal, hát most fiatalos úgymond, de mindjárt mondom neked, várjál, akarom megkeresni. Hát Hát csak most mert a nem, van, nem ugye az tudom. Ozva is szerepel. Az első HBO sorozatban. Mondjál mondom neked. Ha, megtalálom itt közben. Ja, BD Wong? Tényleg? Igen. Jé. Úgyhogy Elég változatos karaktereket tud nem játszani. mondom, hogy állistás, de azért egy. Hát az Ozva az volt, Ozva nagyon Hát jó, de megkedveltem. nem, tehát még nem egy ilyen Az a nagy Jurassic Parkban listás is. színész, de hogy egy olyan színész is bekerült a stábba, és fantasztikusat alakít, aki egy igazi nagy blockbusterben is szerepelt, és kultikusban. Igaz, hogy nem szerepelt sokat, de hogy így meg lehetett jegyezni. Sőt, az X-aktákban is volt. Mert Ott jó, a Michael Chiklis is ilyen, a Barnes ugye, lehet, hogy főképp narancsárga van, láttuk a fantasztikus négyesekben. De hogy épp ez az, hogy ugye mennyire erős, és erről nem beszéltünk most ebben az adásban, még Majd, na, majd a hogy a következőben. casting az mennyire erős, így országos csatornához meg pláne. És nem azért, mert ismert szereplők van. Hát jó, ismert. A Marina Bakarin is végül is ismert. A Ben McKenzie is ott volt a Nashville-ben talán, meg a Al Pacino-val volt közös filmje, meg a Donald Logue, a Bullock szerepelt a Pengében, meg a Szellemlovasban. Igen, a Pengében lehet, hogy volt, jó. Szóval azért vannak itt a Robin Lord Taylor, tehát a Penguin volt a Walking Dead-ben. Igen, ott volt, és ott ő emelte is aztnak a résznek a szintjét, azt még láttam azt a pár részt. És A Colin utána már én Michael sem néztem, de... A Carol-ban egy nagyon hasonló karaktert játszik a Nigmához, de hát ez már a sorozatotás után. Neki csoda? Volt a Nigma, ja. Colin Michael Smith. Tehát, hogy ugye van egy ilyen rossz sztereotípia, aminek van valóság alapja, hogy tévés színészek azért az országos csatornán így, a csatornák azért nem... a kábel, meg mit tudom én. Igen, nem a színészi képességei. Jó, hát mondjuk annyira azért nem jók azok a színészek, mint akik ott kapják az Emmy-ket, tehát az, ugye egy Breaking Bad, vagy egy lehet hasonlóan, tehát az ilyen szempontból jó, nem de azok, jók. igen, De... tehát más kategória, országos szinten, Persze, persze, de országos szinten kiemelkedik, tehát a... Plusz a Breaking Bad, az is 20 részes, akkor nem? Nem, csak 13. Erről 16 az még az éppen, mert egyébként úgy van, vagy hogy... az utolsó rész az 16, hogy de igen, a évadna. Tehát, jó. De hát összességében tehát kiemelkedik az országosok között, hogy egyértelmű. Abszolút. Úgyhogy ezért is szeretik sokan. Nem is azt mondom, hogy kábel, meg Netflix, hanem megkockáztatom, hogy filmes szinten. Tehát, hogyha ezeket a karaktereket, majd mit tudom én, hogyha a Gotham egy nagy lezárás, mit tudom én, moziba küldik, akkor ezek a karakterek megállnák mozik plászlós mellájuk. Így ez a casting egy fú. Gyakorlatilag egy nagyon jó ez egy színházi társulat szinte. És vannak annyian, és a cirkuszi társulat is. Ez a stílusosak legyünk kell. Ja, hát ugye akkor köszönjük, akkor hallgattatok a minket, és akkor majd mert legközelebb vagy, akkor visszatérünk a második felével. Az most egyébként 4-5 hét múlva vége a szinkronosi, lehet, hogy megvárom már, meglátom. Mert már nem, 17. résznek. 14-nél voltak, úgyhogy 8 hét. Nem, kezdve. Nem, nem, mondom neked, nem, én már előkészültem. Nem. Mondom neked. Most így fejből így meg nem mondom neked, de... Na. 16. ment 16-nál vannak, igen. Lassan 17-nél. Igen. Hát, ne várj addig. És a Bidibumnak... eleve mondtam neked az akcentusokat, meg a játékszíneket, vagy a hangszíneket, akcentusokat. De a Bidibumnál még bejön egy plusz, ugye ázsiai-amerikai lévén. Persze, hát az tényleg, igazából azért mondom, hogy most ne nézd meg addig a szinkronos részeket, vagy ameddig most kijöttek. Jobb megszokni az elejétől
egy adott karaktert. Ja, ez igaz, mondjuk igen, van. Nem jó váltogatni. De nem, mi az elsőben van már? Nem, még nem. De, ő végig. Tehát a, illetve 11 részből 9-ben benne van a második körében. Hát ő a fő gonosz. Úgyhogy... Hát, hát, érdekes, hogy a titkárnője az egy résszel többen szerepel. Mert az, az egyik részben igazából... De én emlékszem, hogy abban vezetik föl, és a titkárnőt már látjuk egy az egyben, és a Strange-et még nem. Gyarcilag. És valami statisztát beraktak helyére, vagy nem tudom. Vagy egy olyan rész volt, ahol a Strange-et kerülték, és csak a titkárnőt szerepeltették ide. Amikor a szinkronjára majd kíváncsi ezek, hogy eddig egy jó szintet hozott a szinkron, de... Meglátjuk, lehet, hogy belenézek a, majd utána utólag bele, hogy akkor milyen... Igen, igazából azért nem érdemes már neked, mert kiszámoltam, és ezt a hallgatóknak is mondom, hogy nagyjából jövő márciusra fogja behozni a Prime a Gatemet. Mert ugye most... hát nem fogja azonnal folytatni, mondjuk júliustól vagy augusztustól? De úgy, figyelj, addigra kifut a következő évad, tehát már most... ugye jövő hétfőn most, amikor veszük fel az adást, ahhoz számítva, jövő hétfőn zárul a harmadik évad. Hát durva, mondjuk akkor 5 hónap, hogyan van? 4 hónap, 5 hónap egy évad, akkor durva, ugye 22 év. 22 hét. Azon a 5-5 és fél, ja. Majdnem fél év, egy évad várul. Igen. Ami stimmel, mert egyébként a valóságban is, csak ugye akkor a lemaradásban vannak, hogy mire kifut a... hogyha egyből elkezdik el, ami nincs információ, de... hát figyelj, évelei januárig kifuthat, vagy februárig. Nem, hogyha azonnal elkezdik az azt követő héten, hogy a második évoddal csinálták, uh-huh. akkor ugye belekezdenek egy újra 22 résztől, viszont az meg csak olyan november tájékán ér véget. Azon, hogy éveleig utolérik mindenképpen, szerintem. De, ne, mert ugye 11 rész meg nem egy még idén naptárilag algáltam, tehát... Ja, hogy úgy érted? Ja, én csak a harmadik évadot igen, néztem most. Igen, a harmadik évad az lemegy novemberre, de addigra meg már a negyedik évadból is majdnem meg lesz a fele, mire azt elkezd. És bár elmegy a téli, hosszabb téli szünetre majd a sorozat a negyedik évaddal, hogyha ott egyáltalán elkezdik a negyedik évadot annak futása alatt, akkor is a felét be kell hozni, és nem sikerül behozni egészen márciusig. A szünet ellenére is. Március, aztán pont... március 15-i hét, ami ez még odébb van. Úgyhogy a szinkronnal várnod, akkor azért elég sokáig fogunk beszélgetni. Ja. És az a baj, hogy addigra ugye én is könnyebben elfelejtem már, mert igen. el a következő. Ezért lenne jobb. Egy kis kulisszát hallhattak most. Ja, háttérkészületi. Információk, ja. Ja, hát akkor köszönjük tényleg még egyszer, hogy hallgatottunk minket, és akkor hát majd legközelebb akkor reméljük, akkor megpróbálom azért, akkor gyorsabban. A trónokharca előtt mindenképpen, hogy azt már nézni akarom, de hát majd meglátjuk, hogy lesz. Na hát akkor úgy szólunk a nézőktől, sziasztok! A kettő nem üti egymást. Mind a kettő ugyanolyan színvonalú szerint. Yeah. Annak ellenére, hogy a trónokharcát én nem néztem. De hogyha most pláne, hogy hát azt majd így egyhuzamban megnézem. Így jót szépen, darálás. Hát, nem vagyok róla meggyőződve. Ja. Mondjuk 22 részes, mondjuk 4 évad lesz mondjuk annyi, mint itt ugye a 8 túlván. Tehát, ja. Úgyhogy, ha meglátjuk. Ja, és akkor úgy csinálok a tőled is, akkor neked még egyszer nézek. Te sziasztok! Sziasztok!